Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sajhú Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Máltai karácsony ajándék a léleknek is. Gasztrokupa, érmekkel tértek haza a szekszárdi Hunyadi diákjai. Jótékonysági hangverseny, a gondozási központnak adakoztak. Kötélugró verseny, karácsonyi kupa Dombóváron. Rendhagyó módon egy közös imával és áldással indult idén a Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának ajándékoztása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával összefogásban. Ezen a különleges alkalmon tartós élelmiszereket, játékokat, ruhaneműket vehetett át közel 250 rászoruló család. Évtizedes hagyományokra építve jótékonysági kezdeményezés indult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának szervezésében több önkéntes részvételével. Nagyon sok adomány érkezett hozzánk, és ebbe sok segítséget kaptunk szervezetektől, illetve a helyi lakosságtól is. Iskolákon keresztül is érkezett hozzánk, tehát az iskolák is gyűjtötték a gyerekruházatot, paplanokat, párnákat, élelmiszereket, szaloncukrot, de ezt a nagy mennyiséget mind fel is kellett dolgoznunk, tehát ez egy hatalmas feladat volt. A magyarok közel 70%-a évente legalább egyszer adományoz a rászorulóknak, többségüket pedig az motiválja ebben, hogy adni öröm, vagyis az önzetlenségben érzelmeik vezérlik őket. Idén az ajándékosztást egy közös áldás előzte meg ennek jegyében. Hogy szekszárdi lakosság körébe körülbelül 250 családnak fogunk osztani, és ez mellett a vidék felé meg 170 családot terveztünk be, ennyit bírunk el, tehát ennyi a kapacitásunk. Ehhez 18 aktív tagunk tevékenykedik, és hát azért nagyon sok segítő ember van így a városban, aki még besegít nekünk kisebb-nagyobb feladatokkal. Egy igen jelentős támogatónk volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezen kívül jelentős felajánlás érkezett az önkormányzattól és egy neves ruházati áruháztól is, akik 300 ruhával igyekeztek hozzájárulni a jó célhoz. Az idejében 1000 kiló liszttel tudtuk támogatni a szervezetet, ezen kívül több szervezet is támogatunk a Tolna megyében. Összesen 7 tonna liszt jött össze az idei évben, annak ellenére, hogy gyenge volt a termés, ennek ellenére a gazdák oda kitettek magukért, és most már ide 14 éve megy az adományozás az Agrárkamarába, és nem csak Tolna megyében, hanem az egész országban, az egész Kárpát-medencébe. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rászorulókat támogassuk ilyen formában, és hogyha ezzel tudjuk támogatni, akkor ezt tesszük meg. Botos Ferenc Zsolt hozzátette, bár idén a termések átlaga jóval elmaradt az azt megelőző évektől, de ennek ellenére a gazdálkodók közös összefogással igyekeztek támogatni a Máltai Szeretetszolgálat akcióját. A 300 esztendő Dombóvár környékén című kötetet mutatták be a Földi István könyvtárban Dombóváron. Szenyéri Zoltán a könyv szerzője a településenél családjával. Beszélt munkásságáról, az adatok összegyűjtéséről és a családok felkutatásáról. A hátramaradott családtagok és az emberek megélt történeteiből született meg a mű. A könyv az első és második világháború borzalmas következményeit és az utána történt eseményeket mutatja be, például a kilakoltatásokat és az elhurcolásokat. A könyv körülbelül 5 évi kutatásnak a végterméke, a végeredménye. Először is a külalakkal szeretném kezdeni, ez a legszebb könyvem, a legtartalmasabb, a legesztétikusabb. Nagy köszönet érte a tipográfusnak, Erki Nagy Tibornak, akivel együtt dolgozhattam, és talán annyi az interjúban hangozzék el, hogy az összes eddigi könyvem és publikációm valamilyen módon összekapcsolódott a helyi német nemzetiségű önkormányzattal, Glob Robert úrral, most is ők karolták fel a kezdeményezést.
Tamási 2024-ben ünnepli várossá nyilvánításának 40. évfordulóját. Erre az alkalomra az Én Városom címmel a Művelődési Központ képzőművészeti és rövid próza író pályázatot hirdet. A versenyen Tamásiban élő általános és középiskolás gyerekek indulhatnak. A pályaműveket január 9-ig lehet leadni a Művelődési Központban. A részletek az intézmény honlapján találhatók. Kisújszállláson rendezték meg a 2012-ben útjára indított Éjjési Gasztrókupa országos ételművészeti versenyt. A megmérettetés házigazdája a Nagykun Baptista Oktatási Központ Éjjési Sándor Technikum és Szakképzőiskola tagintézménye volt. Az eseményről a Szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai szakképzőiskola diákjai érmekkel tértek haza. A pincércsapat aranyfokozatot szerzett, a szakácsok egyéniben és csapatban is második helyet érhettek haza, a cukrászok pedig harmadik helyen végeztek. Szőke Anikó, gyakorlati oktatásvezető és a pincérek felkészítője elmondta, a rendezvény színvonalas volt, a zsűrit éttermi szakemberek, mestercukrászok, szakácsok és mesterpincérek alkották. Ennek a milliója, illetve az, hogy milyen nívós volt az esemény, ez erősíti azt is, hogy 222 versenyző vett részt, cukrász, pincér, szakács és kereskedő szakirányon. 31 iskola, 42 díszasztal, 97 egyéni szakács versenyző és 104 oktató, aki segítette ezt a rendezvényt. A győztes pincér csapat tagjai, Sebestyén Dominika és Balázs Dániel az iskola 70. jubileuma alkalmából terített a versenyen. Ezentúl menükártyát írtak és tesztlapot töltöttek ki. A páros 42 csapat közül végzett az első helyen. Felkészítő tanáruk Leskó László volt. Nagyon sokat készültünk az iskolába, felkészülten szerettünk volna oda menni, és ez így is történt. A tanáraink nagyon szépen felkészítettek minket. Jött a versenynapja, megterítettünk, elmentünk menükártyát írni nyilván, és azután jöttek a zsűrik. A szakácsok közül csapatban ezüst minősítést kapott Bakó Szilárd és Nógrádi Erik, egyéniben pedig Rót Fanni ért fel a dobogó második fokára. Az egyéni kategóriában 64-en indultak. Rót Fanni egy meleg tányért készített. A hús eleme göngyöl csirkemell volt. Mellé polentát és zöld borsópürét tálalt fel. Ugye amikor lejárt a 2 óra, és kijöttem a tankonyháról, akkor az itthoni gyakorláshoz képest úgy éreztem, hogy nem sikerült úgy a tányérom, ahogy én azt szerettem volna, és ahogy elpróbáltuk. Viszont amikor a bírák kimondták a nevemet, utána kiderült, hogy ezüstöt kaptam, és ez egy hatalmas megerősítés volt számomra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amit belefektettem munkát, ez az eredményemen látszott is, tekintve, hogy ez egy második versenyem volt. Kisvanda Bianca és Dávid Diana cukrász kategóriában értek el harmadik helyezést. A diákokat a Fazekasné Bot Anikó, az intézmény duális partnere készítette fel. A csapat pozsonyi kiflivel és dísztortával készült a versenyre. Kisvanda Bianca elmondta, jobb minősítésre számítottak, de a bronzzal sem elégedetlenek. A zsűri 8 óra után elkezdett körbejárni az asztalokon, 44 cukrász csapat indult, körbenézte őket, értékelte, mi nem álltunk az asztalunk mellett, mi félrevonultunk addig, és úgy vártuk a délutáni eredményhirdetést. A rendezvény szervezőinek célja, hogy segítsék a tanoncokat szakmai vizsgáikra való felkészülésükben, továbbá, hogy olyan gasztronómiai élményt és ötleteket nyújtsanak az érdeklődő közönségnek, amelyeket felhasználhatnak a mindennapokban. A magyarok 42%-a olvas valamilyen gyakorisággal nyomtatott könyvet, ez az érték e-könyvek esetén 11%, míg az e-hangos könyveknél 7%, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült kutatásból. A közösségi média azon belül is kiemelten a Facebook, az Instagram és a TikTok nagy szerepet játszik egy-egy alkotó vagy kötet népszerűsítésében. A kutatás szerint 2020-ban a felnőtt magyar lakosság 13%-a, 2023-ban 15%-a olvasott hetente. Az országos átlagnál nagyobb arányban olvasnak rendszeresen a nők, a fiatal felnőttek, 18 és 30 évesek, és a 60 évnél idősebbek, valamint a budapestiek.
Új csapadékvízelvezető rendszer épült ki Újíregen. 380 millió forintos terület és településfejlesztési operatív program forrásnak köszönhetően valósult meg a csapadékvíz rendezés a község teljes belterületén. A kivitelezés 2023. március elején indult és novemberben be is fejeződött. A település vízkár veszélyeztetettségének csökkentése érdekében újult meg a vízelvezető hálózat. Az árokrendszer és műtárgya kiépítése hozzájárul a csapadék biztonságos elvezetéséhez és a víz okozta károk megelőzéséhez. A beruházás minden utcát érint, egyes szakaszokon teljes, máshol részleges mederburkolás történt, van, ahol profilozásra és van, ahol új árkok kialakítására került sor. A Bartina Néptánc Egyesület táncosai Bot Benedek, Zörényi Dávid, Bajusz Panna és Viola Bence a 13. ifjúsági szólótáncverseny elődöntőjében vettek részt Abán. Mind a négyen tovább jutottak az EGRI döntőbe. Felkészítő pedagógusaik Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán voltak. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a jótékonysági hangversenyt a Bonyhádi Katolikus templomban. A koncerten összegyűlt adományokkal a Bonyhádi Gondozási Központ idősek otthonát szeretnék támogatni. A Széchenyi István általános iskola gyermekkórusának dala zengte be a katolikus templomot. Vezetőjük elmondta, az advent nem csak a karácsonyra való várakozásról szól, hanem a szeretetről, tiszteletről és az emberek iránti odafigyeléséről és gondoskodásáról. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ez az időszak, amikor jön a karácsony, hiszen ez a szeretetről szól, az összetartozásról. Ez egy ilyen lélekfelemelő esemény minden évben, és azt gondolom, hogy amikor ennek így vége van, akkor mindenki olyan hangulatban tér haza, hogy rá tud hangolódni az ünnepekre. Minden évben megtartották az eseményt. A meghívott kórusok karácsonyi műsorszámokat adtak elő a megjelenteknek. Mi a Bonyhádi Általános Iskola gyermekkórusát képviseljük, és mi egy karácsonyi összeállítással készültünk, három ismert karácsonyi dalból állítottunk össze egy csokrot, és azt fogjuk előadni. Zongorán kísér kollégám Ömböli Péter, és 42 gyerekkel fogunk fellépni. Elmondta, kiemelkedően fontos számukra, hogy ebben az időszakban is segítsenek az időseknek és az elesetteknek. A hangversenyen összegyűlt felajánlásokat a Bonyhádi Gondozási Központ idősek otthonának adományozzák. Karácsonyi kupát tartottak Dombóváron a Szuhai Sportcentrumban a Dombóvári Jumpers kötérugró sportegyesület tagjai. 7. alkalommal rendezték meg az eseményt. Az egyesület 30 éve működik, így a rendezvény egyben jubileumi ünnepként is szolgált. A versenyre széles körben hívtak meg vendégeket. 80 sportoló 11 településről, illetve egyesületből érkezett a nemzetközi megmérettetésre. Két kategóriában, amatőr és profi, 6 korcsoportban és összesen 8 versenyszámban mérhették össze tudásukat a versenyzők. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal ugye 25 éve ugrálok, és 2019-ben sikerült egyesületet is alapítanunk, és azóta ugye egyre csak nő a taglétszámunk. Nagy volt a küzdelem és a szurkolók hangos biztatása. Nagyon sok új ismeretség jött létre, és a jövőben is mélyíteni akarják ezeket a kapcsolatokat. Pozsonyból is érkeztek, egy szülő nyilatkozott a meghívásról. Szlovákiából jöttünk, 20-an körülbelül itt vagyunk. Örülünk, hogy ideérhettünk, és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz ez a nap. A nap jó hangulatban zajlott, mindenki kapott érmet és csomagot. Most egy kulturális programajánló következik. Advent 3. vasárnapján, december 17-én Faddon 16 órától a Voice tehetségkutató második helyezettje Kovács Aliz és vendégei ingyenes koncertet adnak a faddi katolikus templomban. Az ünnepi program ideje alatt az adventi kézműves kirakodóvásár is megtekinthető a település központjában, a művelődési ház előtt. Regionális híreink következnek.
Bottal támadt autóstársára az ámokfutó, előzetesbe került a veszélyes férfi Pécsen. Jótékonysági koncert, Elena, Laura és Evelyn fejlesztéseit, gyógykezeléseit támogatták a résztvevők. Kedvezmények, nyeremények, adómentes értékhatár változásokat hoz 2024 a NAV-nál. Igazi veszélyforrást jelentett a közlekedőkre az a férfi, akinek előzetes letartóztatását kezdeményezte a pécsi járási ügyészség. A 20 éves ámokfutó bottal felfegyverkezve támadt autóstársára még novemberben. De ez csak egy cselekmény a gyanúsított listáján, ami miatt bíróság elé kerül a közeljövőben. Az ügyészség szerint addig is jobb, ha előzetesben vár a tárgyalására, amit a bíróság elfogadott. Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette ezt a felvételt a pécsi kertvárosban. Nem mindennapi jelenet látható a videón, ami miatt a pécsi járási ügyészség előzetes letartóztatást indítványozott. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2023. november 22-én reggel Pécsett a Malétárpál úton egy tehergépkocsit vezetett. A mellette a szomszédos sávban haladó személygépkocsi mellé érve a gyanúsított kihajolt a tehergépkocsi lehúzott baloldali ablakán és egy botot a kezében tartva megfenyegette a személygépkocsi vezetőjét, többször ütő mozdulatokat tett a személygépkocsi felé. Amikor a forgalommal haladva elindultak, a gyanúsított kétszer a sértett személygépkocsi a felé kormányozta a saját járművét. Úgy, hogy áttért a másik forgalmi sávba, a sértett az ütközést hirtelen fékezéssel és balra kormányzással tudta elkerülni. Az egész támadás sorozat jól látszik a kamera felvételen. A vádlott tettét súlyosbítja, hogy valójában nem is vezethetett volna. A gyanúsított nem rendelkezik jogosítvánnyal, és járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt. A november 27-i kihallgatást követően december 7-én ismét gépkocsit vezetett, továbbra is járművezetéstől eltiltás hatálya alatt. A pécsi járási ügyészség indítványozta a férfi letartóztatásának elrendelését. Erre alapos oka volt az ügyészségnek, tudtuk meg a szóvivő helyettestől. Részben azért, mert a korábbi gyanúsítotti kihallgatását követően december 7-én folytatta a bűncselekmény elkövetését ismét eltiltás hatálya alatt vezetett gépkocsit, részben pedig azért, mert a többszörösen büntetett előéletű, jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi vonatkozásában megalapozottan feltehető az, hogy szabadlábon hagyása esetén szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. A pécsi járásbíróság egyetértett az ügyészi indítvánnyal, és egy hónapra elrendelte a 20 éves gyanúsított letartóztatását. Közben a pécsi rendőrkapitányság közúti veszélyeztetés büntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást ellene. A kihallgatáson kiderült a videón rögzített eset háttere is. Állítólag azért fenyegetőzött bottal, illetve húzta rá a furgont a sértett autójára, mert szerinte az lassan haladt autójával. 4 millió forint gyűlt össze a hétvégi siófoki jótékonysági koncerten. Az adományozók Elena, Laura és Evelyn gyógykezeléseit, fejlesztéseit támogatták a Reménység Alapítvány és a hetednapi adventista egyház hagyományos adventi koncertjén. A felajánlásoknak köszönhetően családonként 1,3 millió forinttal tudták segíteni a gyermekek terápiáját. A fellépő zenészek és a Dél-Balatoni Advent Kórus ünnepi karácsonyi műsorral készült az idei siófoki jótékonysági koncertre, amelynek bevételét három gyermek kezeléseire ajánlották fel. A most 19 éves Evelyn 2,5 éve szenvedett autóbalesetet. Olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy kevés esélyt adtak az orvosok a túlélésére. Csodával határos módon túlélte, 4 hónapig volt kómában. Akkor azt mondták, hogy soha nem fog felébredni. De ez nem így lett, mesélte édesanyja. Nagyon ügyesen fejlődik, most tanul járni járókerettel, bottal, egész jól beszél. Úgyhogy hát a mindennapjaink rehabilitációról rehabilitációra járunk, ami nem kevés idő, energia és pénz, úgyhogy hát meg a fájdalom. Úgyhogy itt telnek a mindennapjaink.
A most 5 éves Elena 24. hétre született. Pár napos korában agyvérzést kapott, erős idegrendszeri sérülése alakult ki. Nem lát, mozgása és étkezése is elmaradt kortársaiétól. Fejlesztésre járunk nagyon sokat, és az a baj, hogy egyik sem itt helyben van, tehát utaznunk kell. Sajnos az autónk 20 évesen már nem bírja ezt a pesti utakat, ezért legfőképpen autót szeretnénk vásárolni, de az mellett ugye speciális távszerre van igénye. A másfél éves Laura egy problémamentes terhesség után jött a világra, azonban születése után kiderült, hogy ritka genetikai betegsége van. Családja mindent megtesz a kislány állapotának javulásáért. Miután megszületett, akkor egy sokként ért minket az, hogy nem egészséges, igazából Apert-szindrómás, ez egy korai csontosodási zavar. Korábban csontosodtak meg neki azok a csontok, aminek még nem kellett volna. Már túl van két koponyaműtéten, Salzburgban történtek, hál' Istennek nagyon szép eredményekkel. Most a következő projekt, mert ugye ez a korai csontosodás a kezeit is érinti, hogy az ujjai szétválasztása lesz így a januártól a fő dolgunk. A Reménység Alapítvány és a hetednapi adventista egyház idén már 17. alkalommal szervezte meg adventi jótékonysági koncertjét Siófokon. A legfontosabb célunk az, hogy olyan családoknak segítsünk, akik önhibáikon kívül kerültek nagyon nehéz helyzetben, ugyanis nagyon sokan vannak, akik nem azért lesznek nehéz helyzetben, mert ő maguk tehetnek arról, hanem betegség van, akár gyerekek, akár családfenntartó, akár édesanya, és ilyen családokat keresünk, akiken így tudunk segíteni. Ilyenkor mindig megkeressük a helyileg illetékes nővért, csecsemőgondozót, gyógytornást, és az ő ajánlásukra megyünk ki a családokhoz, velük készítünk egy riportot, elmondjuk nekik, hogy miért szeretnénk őket segíteni, és ők, ha elvállalják ezt a támogatási formát, akkor így szervezzük nekik a segítséget. Ezúttal minden eddiginél több 3,9 millió forint gyűlt össze a jótékonysági koncerten, így családonként 1,3 millió forintot tudtak átadni a gála végén. Változnak a kedvezmények összegei 2024-től, erről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy milyen változásra számíthatnak az adózók. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelkedése miatt kell másként kalkulálni jövőre. A kedvezmények összegére is hatással van a minimálbér emelése, mondta a stábunknak a NAV baranyai sajtóreferense. A minimálbér emelkedése miatt nő a betegségek után havonta érvényesíthető személyi adóalap kedvezmény mértéke. 2024-ben a kedvezmény mértéke havonta 88.900 forint. A 25 év alatti fiatalok, valamint a 30 év alatti anyák kedvezményének havi összege 2024-ben maximum bruttó 576.601 forint, ami havonta 86.490 forinttal csökkentheti a fizetendő adót. A változás érinti a vállalkozókat is. Szintén a minimálbér emelkedése miatt nő az általányadózó egyéni vállalkozókra és mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó éves adómentes bevételi értékhatár 2024-ben 32.016.000 forintra. Az általányadózóknál 2024-ben 1.600.800 forint lesz adómentes. Az adóelőleg nyilatkozat megtételénél figyelni kell, mondta a sajtóreferens. Az első házasok kedvezménye, a személyi kedvezmény és a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye esetében a magánszemély kérheti, hogy a kifizető az adóelőleg nyilatkozatának tartalmát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, ameddig a magánszemély nem tesz új nyilatkozatot, vagy nem kéri korábbi nyilatkozatának mellőzését. Azonban, ha változás állt be, ami érinti a kedvezmény megadását, például a gyermek életkora miatt már nem érvényesíthető a családi kedvezmény, akkor annak be nem jelentésénél a jogkövetkezmények az adózót terhelik. Változás még, hogy adómentes lesz jövőre a számsorsjáték, így például a lottó és a kenó reménye.
Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer röviden. Máltai karácsony ajándék a léleknek is. Gasztrokupa, érmekkel tértek haza a szekszárdi Hunyadi diákjai. Jótékonysági hangverseny, a gondozási központnak adakoztak. Kötélugró verseny, karácsonyi kupa Dombóváron. Csütörtökön hidegfront érkezik, felélénkül a Dunántúlon, néhol megerősödik az északnyugatira forduló szél. Délután alapvetően felhős marad az ég. A front ellenére még országszerte marad az évszakos átlagnál jóval enyhébb idő. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, alnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!